Sziasztok! Végre belecsapok ebbe az iMixes részbe. Ígérgetem nagyon-nagyon régóta. Egyetlen egy részt készítettem el. Azt vegyétek ilyen nulladik és bónusz résznek a csontiragasztást. A keveréshez, etetőanyag keveréshez szükséges eszközökkel fogunk ma foglalkozni. Ebben a műsorban foglalkozni. Akit érdekel, tartson újra velem! Etetőanyag keverés, amikor még én kezdtem, ehhez képest szerintem gyerekcipőbe járt, nagyon sok minden nem is létezett, gondolok itt ilyen fúrós keverőfejekre és sok minden másra, de amióta versenyhorgászom mondjuk egy olyan 25 éve, azóta is nagyon-nagyon sokat változott, mind a horgászati stílus, és ehhez változtak az edényzetek is. Nagyon nagy divat most már Magyarországon is a féderhorgászat, ami valljuk be őszintén egy igazi úszóspeciához képest sokkal, de sokkal kevesebb etetőanyag keveréssel, sokkal, de sokkal kevesebb etetőanyag felhasználással jár, és ezért az edények is kezdtek összemenni. Én viszont megmaradtam a régi kollekciónál, de néhány féderes cuccal is már ez kiegészítve. Erről szeretnék nektek beszélni. Mik kellenek egy eredményes, hatékony, jó, profi etetőanyag keveréshez. Természetesen az otthoni kis vödörben is el lehet készíteni mindent, csak legfeljebb egy kicsit macerásabb, lassabb, időigényesebb, de meg lehet halálprofin csinálni úgy is. Én azt fogom most nektek megmutatni, hogy én miket használok az etetőanyagaim, földjeim elkészítéséhez. Első nagy család azok a dézsák, a második a vödrök, a harmadik az előttem lévő rosták, a negyedik most már nagyon-nagyon belépett a fúrós etetőanyag keverés nálam is, körülbelül 8 vagy 10 éve. Abszolút nem is értem, hogy mit óckodtam annó ellene. Emlékszem, amikor még nekem nem volt, és már mindenki fúrógéppel kavarta mondjuk egy óvén a kaját, mindig mondtam, ó, hát tudjátok, azt érezni kell kézzel, ahogy kaveritek. Hülyeség, bullshit az egész, fantasztikusan, sőt, sokkal fantasztikusabban megkeveri a fúrógép az etetőanyagot, és menet közben bele lehet abba az etetőanyagba nyúlni, hogy érezzétek a kezetekkel, hogy jó az állag, megfelelő a nedvesség és egyebek, úgyhogy én már ilyen egy kilót kivéve biztos, hogy soha nem kevernék mondjuk egy 4-5 kiló kaját, 6 kiló földet fúrógép nélkül, kivéve ha lemerül az aksi, volt már ilyen. És akkor még egy dolog, a vizes vödör, egy rendkívül praktikus dolog, de vegyük sorjába az összes itt előttem lévő dolgot. Félre rakok egy picit. Így. Kezdjük a dézsákkal. Három, alapvetőleg két verziót különböztetek meg, de ahogy mondtam, belépett a kevesebb etetőanyag, kevesebb földhasználata mondjuk egy féderpecán. A metódról meg nem is beszélünk, én azt teljesen ki szeretném hagyni, hiszen az, hogy egy pelletboxba összerázzátok a pelletkét, ahhoz szerintem nem kell egy túl nagy szakértelem, úgyhogy én maradok az igazi etetőanyag földkeverésnél. Szóval kétféle dézsát különböztetek meg, a klasszikus régi anyagút, én csak így hívom, ami egy kemény műanyag 40 literes dézsa, és a új hullámhosszos, sokkal, de sokkal puhább dézsa családot. Mi a különbség a kettő között? Mind a kettő nagyjából 40 literes, mondjuk ez azt hiszem 35 vagy 38. Mind a kettőben ugyanúgy lehet etetőanyagot keverni, viszont ezt a régi, hagyományos dézsát, azért a fúrógép előszeretettel, főleg egy jó, erős, nagy fúrógép egy normál fejjel szétütheti. Nem egyet ütöttünk már szét, úgyhogy utána, hát talán egy olyan 8-10 éve vettem meg az első ilyen szenzas dézsáimat, és ha
valaki követi a munkásságomat akár a televízióban, akár itt a YouTube-on, 10-ből 9-szer minimum azt láthatta, hogy mindig ilyen déjà volt előttem. Sokkal, de sokkal jobban bírja a fúrógépet, nem fog ebbe széttörni, és sokkal hosszabb lesz ezáltal az élettartama. Természetesen, aki még kézzel kever, ezek a hagyományos dézsák is halálprofik. Nagyon-nagyon jók, sőt, simább a belseje, főleg minél több használat után sokkal simább a belseje, sokkal jobban siklik benne az etetőanyag. Kézi keveréshez én még mindig azt mondom, hogy ezek a régi hagyományos dézsák a jobbak. Fúrógéphez egyértelműen, hogy ez a király, és csak egy példát szeretnék mondani. Az első kettő egyébként, amit legelőször vettem, szerintem sokkal jobb volt, mint a mostani. Sokkal hosszabb volt szerintem az élettartama. Én úgy gondolom, hogy évente mondjuk egy ilyen egy tonnát átlagosan megkevertem benne etetőanyagból, de főleg földből, és ilyen 8-9 év után tört el itt a füle mellett a dézsám. Azt is csak azért, mert túl sok volt benne, és egyszerre akartam levinni a Dunára, és nem gondolkoztam időbe, de elképesztő mennyiséget kibírnak. És akkor ennek a dézsának van ugyebár egy kicsi változata, kifejezetten féderhorgászok számára, 25 literes, aki nem kever 2-3 kg kajánál, 3-4 kg fölnél többet, azoknak tökéletesen elég a kicsi is. Beszéljünk egy picit a méretről. Miért válasszunk? Próbálok segíteni. A nagyba nagyon könnyű 1-2 kilót is keverni, de meg tudtok egy 4-5 kiló etetőanyagot is keverni, főleg fúrógépen. A kicsibe azért ez már sokkal macerásabb, sokkal vastagabban lesz benne az etetőanyag, sokkal nehezebben tudja keverni a gép is, kézről már ne is beszéljünk, tehát a kézi keverésről. És én azt mondom, hogy aki rendszeresen használ 1-2 kiló kajánál többet, az a nagyot válassza. Aki csak mondjuk csak egy olyan horgászatra járnak le, mint mi a Dunán szoktunk, hogy 1 kiló kaja, egy kis ragasztott csonti, vagy 1-2 kiló kaja, egy kis földdel ragasztott csonti, az pedig nyugodtan választhatja a kisebbet. A dézsák általában két célt szolgálnak. Az egyik, ebben keverjük meg az etetőanyagot, és ha van rá mód és lehetőség, látjátok, nekem is van mindig kettő ilyen zöld dézsám volt, az egyikbe megkeverem, a másikra pedig ráteszem a rostát és átrostálom. Nézzük meg a rostákat először. Hát, így félreteszem, most marad ez előttem. Kettő nagy családot különböztetek én meg, a régi retro rostákat, amik fémfüllel vannak ellátva, fém karikájuk van, és teszik a dolgukat, sok tonnát átrostáltam ilyen rostákon, viszont egy ilyen 10 évvel ezelőtt megjelentek ezek a perebes rosták, itt vannak, ami, valljuk be őszintén, macerásabb a szállítása, sérülékenyebb a műanyag oldala, viszont annyival hatékonyabban lehet vele rostálni, főleg nagy mennyiséget, hogy össze se tudom hasonlítani a régi hagyományos rostákkal. Vissza egy picit a hagyományos rostákhoz, millió egy cég, millió egy fajtája van. Létezik 2 millis lukú, 3, 4, 6, 8, még azt hiszem talán 10 millis is létezett nagyon-nagyon régen. A 2 millis az marad a löszös horgászoknak és a metódusoknak nagyon ritkán használatos. A 3 az egy nagyon-nagyon jó keszeges, mondjuk vízközti pecás, metódrostának, löszös agyag lösznek a előkészítéséhez, átrostálásához, de még mindig nem a legjártasabb méret, egyébként a 3 millis az tökéletes a csontkukacoknak az átmászhatásához is. A legideálisabb rosta méret, ha csak egyet kellene választanom, az a 4 mm. Még a lösz is úgy, ahogy jó lesz benne, de már a keszeges pontyos kajáknak a rostálásához is, folyóvízi kajáknak a rostálásához is tökéletes. Ami esetleg fennmarad néhány mondjuk ilyen pelletszemecske, vagy angol morzsa, vagy valami, akkor a rostálás végén én így rászoktam borítani, és kész. A 6 mm nem nagyon divatos, ilyen nagyon durva pontyos kaják és folyóvízi kajáknak az elkészítéséhez volt. Szerintem már ritkán van rá szükség,
És akkor még nagyobbakat őszintén láthattátok a Dunai filmben, tehát itt van nekem a 2 mm-es, itt van a 3 mm-es, a 4 mm-es, és láthatjátok, mindegyik narancssárga, ez pedig piros. De hát azért nem narancssárga, mert tönkrement a rengeteg használatban, és kicseréltem egy, vagy vettem egy másikat. És a Dunai filmben láthattátok ezt a 8 mm-es rostát. Ezt javarészt tényleg azt mondom, hogy csak nagyon-nagyon ritka esetben pontyos kaja keveréshez és az áztatott kenyérnek a rostálására használom. Ha vennem kellene 3 és 4 mm, ha többet pontyozok és folyón horgászom, akkor a 4 és a 6 mm-t venném meg, ha viszont csak egyetlen egyet kellene vennem, és ez legyen normál rosta, vagy ez a peremes rosta, akkor mindenféleképpen a 4 mm-eset választanám. Természetesen milyen a világ, csökkennek az edényméretek, említettem, hogy miért, ezért ebből is létezik kisebb vödörre való, és a nagyobb átmérőjű a rostákra való. De közben elkezdett esni az eső, nyakunkon a vihar, úgyhogy esőszünet. Sziasztok! Elállt az eső. Fogalmam nincs, hogy hol jártam. Valahol a rostáknál. Szóval az a lényeg, hogy a hagyományos rostákból is létezik sok lukmérettel, és általában két fajta átmérőben. A nagyobbak a dézsákra valók, a kisebbek pedig a vödörre. Ebből a peremes rostából is sok cég kínál most már kifejezetten vödörre való peremes rostákat, még mindig ott járunk, hogy a kisebbek azok a kisebb mennyiségnek a lerostálásához való, de az a lényege, hogy már ebből is elérhető ez a peremes. És miért jobb ez a peremes rosta, mint a hagyományos normál? Egyszer itt a kicsi, előveszek egy nagyot, itt a nagyobb, és lényegesen nagyobb mennyiségű etetőanyagot tudunk egyszerre rátenni, és ahogy rostáljuk az etetőanyagot a hagyományos rostán, nagyon sokszor mellé megy, áthullik, olyan szemcsék is, amire nem lenne szükségünk, hiszen azért rostáljuk, hogy minél homogénebb legyen a kaja, és ebben lényegesen egyszerűbb. A másik, amivel ezek a rosták sokkal, de sokkal többet tudnak a hagyományosnál, sokkal vékonyabb anyagból készül a hálója, és etetőanyagnál is, de főleg a földnél jön ki az előnye, ahogy nyomjuk át, hogy préseljük át a földet, lényegesen hatékonyabban vágja el a nagyobb rögöket, lényegesen hatékonyabban működik az egész rosta, azért, mert sokkal, de sokkal vékonyabb drót anyagból készül maga a hálója. Egyébként nagyon profin bele van fogatva a keretbe ez a drótháló, nem kell attól félni, hogy idő előtt kiszakad. A hagyományos rostáknál is előfordul az, hogy itt leválik a széléről egy-egy szál, és fú, biztos mindenkit ért már, aki szokott rendszeresen rostálni, olyan élmény, hogy a drót szétvágja az embernek a kezét vagy a csuklóját. Úgyhogy szerintem, aki igazán nagyon profin szeretné csinálni, azoknak vagy nagy mennyiségnél erre, kisebb mennyiségnél pedig erre van szükség. Tudom, hogy milliárd egy filmben elkészült rostálás, milliárd egy filmben elmagyarázták, hogy miért kell rostálni, de azok, akik még nem láttak ilyen horgászfilmet, néhány szóban a rostálás azért nagyon fontos, mert ahogy bekeveritek, főleg ha kézzel keveritek be az etetőanyagot, lesznek benne ilyen vizesebb részek, lesznek benne kicsit szárazabbak, úgymond ilyen rögös lesz az etetőanyag, és ha azt igazán profin szeretnénk felkínálni, legyen ez egy féderhorgászat, egy metódhorgászat, egy úszós horgászat, főleg egy vízközti horgászat az úszósnál,
sokkal, de sokkal homogénebb, sokkal egyformább lesz az állaga az etetőanyagunknak, és ez így igazán profi. Na, túl vagyunk a dézsákon, túl vagyok a rostákon, következő nagy egység a vödrök. A kisebb mennyiséget keverők számára a vödör is alkalmas lehet tökéletesen arra, hogy megkavarjuk magát az etetőanyagot. Ilyen 1-2 kilónál, mondjuk ha leszaladunk csak így bólózni, vagy a Dunán, vagy egy féderes pecánál, bőségesen elég a vödörben megkeverni ezt az 1-2 kilót. Én szinte sosem szoktam. Miért? Mert pontosan ugyanúgy kemény anyagból vannak, teljesen mindegy, hogy milyen cég, milyen színű maga a vödör. Kemény anyagból készülnek, mint a régi hagyományos dézsák, és a fúrógép ezt is szétütheti. Természetesen vannak már vödörből is puhább anyagúak, általában ezek egyébként ilyen 20 literesek, és alkalmas a fúrógéppel való keverésre, de én általában vagy kézzel kavarok benne, vagy pedig csak az etetőanyag tárolására szolgál. Tehát a dézsában megkeverem, egy másik dézsába átrostálom, és utána én vödörben tárolom az etetőanyagomat, ebből horgászok, ebből etetek, ebből kupakolok, ebből csinálok mindent. Két alapvető méret van, említettem ezt a 20 pluszos vödröket, nekem nincsen, mert vannak dézsáim, nincs rá szükségem. A 17-18 literes méretek és egy ilyen 12-13 literes kisebbek. Ha mondjuk leülök egy fástóra és 20 litert kavarok, matchbot, víz közt, akkor mindenféleképpen a két nagyobb vödörben tárolom, azt teszem magam mellé a ládámnak a tálcájára, vagy le a földre, ha pedig kisebb a mennyiség, akkor általában a kisebbeket. A kisebbek egyébként alkalmasabb, de a nagyok is mondjuk peleteknek a beáztatására, csonti ragasztáshoz és minden egyéb dologhoz. Általában láthatjátok, mindenből több darabom van, a vödrökből is, azt hiszem még van is egy jó néhány otthon, több kell, hiszen ha mondjuk valaki nagyon profin szeretné csinálni és csinál löszös földet, egy vödör, folyóvízi agyagos, gyorsan bontó földet, még egy vödör, készít etetőanyagot, harmadik vödör, úgyhogy mindenféleképpen érdemes, hogy több darab legyen. Persze, ha valaki csak nagyon egyszerűen kavar egy kis etetőanyagot, kimegy pecázni, akkor annak egy kisebb, vagy egy nagyobb, vagy egy kicsi, meg egy nagy bőségesen elegendő. A vödörből, főleg aki versenyzésre is adja a fejét, mindenféleképpen olyat kell választani, amiben benne van a vízmérce, benne van egy liter beosztás, és hiszen ebben lehet limitálni. Általában egyébként a legelfogadottabb a horgászversenyek limitációjánál a plastika panárós vödrök, rengeteg cégnek gyárt egyébként, nagyon jó a beosztása, ti is nagyon jól le tudjátok olvasni, a rendező is nagyon-nagyon jól, könnyen le tudja olvasni benne a litert. Haladjunk tovább. Rengeteget beszéltem már a fúrásról, jöjjön ennek az eszköze. A magáról a gépről én nem szeretnék beszélni. Ez nagyon-nagyon pénztárca függő, hogy ki milyen gépet vásárol, ha erre adja a fejét. Az enyém 8 éves, vagy 9. Nagyon fontos. Lehetőleg 2 vagy 3 akkumulátor legyen ahhoz a géphez, hiszen ha elmegyünk mondjuk 2 vagy 3 napos horgászversenyre, vagy horgászatra, vagy rengeteg kaját keverünk mondjuk haveroknak is, mondjuk egy busázásnál, vagy egy sok etetőanyagot használatos pecánál, akkor mindenféleképpen olyan gépet választhatok, aminek van tartalék akkumulátora. A másik, nekem még ez 1000 éves, ez még csak 3 amperórás és 18 voltos, viszont ebbe a szedbe 3 darab akkumulátor van, és ezzel a 3 akkumulátorral még mai napig egy
5-6 napos horgászversenyt szinte megoldok, kivéve amikor rettentő mennyiségű földet kell készíteni, mint most legutoljára Desedán, akkor azt hiszem, hogy a 3 akkumulátor 4 napot bírt ki összesen. Sokkal fontosabb a keverőfej. Szintén. Sok cég, sok fajta. Én ezt az alakot szeretem a leges-leges legjobban. Szerintem amióta én keverek, én mindig ezzel a marosmixes, rozsdamentes, hangsúlyozom, nagyon fontos, rozsdamentes keverőfejjel keverem az etetőanyagaimat. Kopik? Igen. Mindegyik? Igen. Az olcsóbbak általában sima vasból vannak lefestve? Igen. Sokkal hamarabb elkopik? Igen. Mennyit lehet egy ilyen keverőfejjel keverni? Ilyen kérdések lesznek, úgyhogy megelőzöm őket. Szerintem nekem egy keverőfej egy olyan nagyon aktív versenyhorgász koromban 1 év volt, most olyan 2 év. Ha csak etetőanyagot kevertek vele, és nem földes etetőanyagot, és nem földet, akkor az örök élet meg egy nap, szerintem 20 év. Bármennyit kevertek. Ha földes etetőanyagot is kevertek, minimum lefeleződött, ha viszont külön, és nagyon fontos, én szinte mindig készítek külön földet, abban az esetben már az is lefeleződik, vagy leharmadolódik. Ha nagyon sok földet készítetek, akkor tényleg azt mondom, hogy 1 év körülbelül az élettartalma, de rettentően megkönnyíti a munkát, rettentően megkönnyíti a vízparton, meggyorsítja és megkönnyíti a etetőanyag, és főleg a földnek a keverését, úgyhogy én ezt használom, szerintem még nagyon sokáig ezt fogom használni. Itt van egy régi, rottyra el van kopva, ezt most fogtam fel pont a legutolsó horgászversenyre, hogy nehogy eltörjön, sőt már az egyik szára el is tört. Az a lényege, hogy egy átlag horgásznak legalább 2-3 év, de ha nem használtok ilyen 10-15 kg földeket mondjuk egy-egy pecán, akkor nagyon-nagyon sok évig szolgál, és nagyon-nagyon, hát tényleg nem tudom elégszer elmondani, nagyon megkönnyíti az etetőanyag keverést. Egyetlen egy tételem maradt még, az a vizes vödör. Általában két méretben van ilyen kis picike, ami tényleg csak arra való, hogy felhúzzon az ember 2 liter vizet egy kis pici féderes kajához, vagy úszós kajához, és megkeverje. Vagy pedig vannak ezek a nagyobb kivitelűek, ezek ilyen 6-8 literesek, amiben valóban hatékonyan lehet megfelelő mennyiségű vizet felhúzni, és tudok benne kezet mosni, tudok a csaligaimra önteni vizet, és nem kell újra és újra és újra vizet vennem. Természetesen, mint mindenbe, ezt is meg lehet oldani, oda megyek a vízpartra, veszek egy vödörbe vizet, és kész. Ez olyankor viszont nagyon-nagyon-nagyon praktikus, és nem egyszer fordult már velem elő, hogy nem lehetett a vízpartot normálisan megközelíteni, vagy elsüllyedtél a sárba, vagy túl mélyen volt a víz, és nem értem el még. Emlékszem, Velencei Tavon volt olyan, hogy már majdnem beestünk a régi betonpatkáról, mert annyira mélyen volt a víz, hogy egyszerűen nem értük el. Na hát ennek több méter kötele van, bedobod, kihúzod magadnak a vizet, vagy leengeded, és kihúzod magadnak a vizet. Úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon praktikus segédeszköz. Emlékszem, amikor divatba jött ez a úgymond madzaggal ellátott Eva vizes vödör, és nekem már volt, és még nagyon sok versenyhorgásznak nem volt, azt hiszem Sion volt például egy ilyen horgászverseny, az Istennek nem lehetett megközelíteni a vízpartot rendesen, és vagy akik merültek a sárba, vagy hoztak Sziszinek egy kólát, és ő húzott nekik vizet. Egyébként csak poénból kóláztunk, de tényleg aranyosak voltak, mert azt hiszem szinte mindenki hozta a kólát Sziszinek. De az a lényeg, hogy egy feleslegesnek tűnő, de mégis egy nagyon-nagyon praktikus dologról van szó. Amit mostanában viszont még nagyon-nagyon előszeretettel használok, mind a féder horgászataimnál, és egyre többet az úszós horgászataimnál, ez a különböző Eva edények. Létezik nekem ilyen cipzáros tetejű gurus is, kisebb, nagyobb, léteznek ezek is kisebb, nagyobb, sőt, most lesz olyanom is, ami még nagyobb.
Amikor kevés etetőanyagra van szükségem, akár egy úszós, mondjuk egy rakósbotos pecánál mondjuk egy 6-8 kupakkal alapozok, egy-két földes szúnyogot vagy csalis földet rákupakolgatok, ráetetésként csak néha egyet-egyet kupakol az ember, vagy dob, akkor teljesen felesleges oda felpakolni a ládára a nagy tálcát, olyankor csak felteszek egy kicsit, felteszek egy-két ilyen kis evaedényt, és tökéletesen el vagyok, sokkal jobban férek tőle, kevésbé van útba mondjuk egy csúzlizásnál, sokkal könnyebb belőle, nem kell olyan mélyre nyúlni, tölteni mondjuk egy féderkosarat, vagy elkészíteni egy gombócot. Úgyhogy nekem mostanában nagyon-nagyon bejöttek ezek az evaedények, és rettentő praktikusnak tartom, kis helyen elfér, könnyűek, könnyen tisztíthatóak, tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon zseni, ahogy fejlődik ez az egész, láthatjátok óriás edényektől a icipicig, de ezek itt, amiket én használok, én ezzel elérem azt, hogy szerintem megfelelő minőségben és megfelelő gyorsággal tudok etetőanyagot készíteni. Egy egyszerű horgászathoz sokkal, de sokkal kevesebb kell, aki nagyon profin szeretné csinálni, vagy magas szintig szeretne eljutni, azoknak nagyjából erre van szüksége. Természetesen most a márka mindenki olyat választ, amelyik szimpatikus neki. A lényeg, amit szeretnék mondani, hogy ezekkel az eszközökkel, amik itt körülöttem vannak, tényleg el lehet azt érni, hogy nagyon-nagyon magas szinten, jó minőségben tudtok etetőanyagot készíteni, és a folytatás pedig már ez lesz, hogy hogyan készítek el én etetőanyagokat. Túl vagyok az IMX-nek az első részén, majd meglátjátok, hogy itt ezen a stégen, ezekkel az edényekkel, ezekkel az eszközökkel miket fogok itt elkészíteni nektek. Próbálok továbbra is rendkívül informatív lenni, és nagyon-nagyon sok 20-30 év alatt összegyűjtött trükkömet megmutatni nektek. Folytatom ezt a sorozatot, én nagyon-nagyon ígéretesnek és nagyon-nagyon hasznosnak tartom. Boncolgatni fogjuk még tovább a etetőanyag adalékokat, boncolgatni fogom még a földeket, és majd utána vágunk bele konkrét receptekbe. Ez volt a tervem, így szerettem volna, hogy edények, adalékanyagok, földek és egyebek, és majd csak utána az etetőanyag. Viszont annyi kérdést kapok egy etetőanyag téma körében, hogy valószínű, hogy megszegem ezt, amit én gondoltam, hogy szépen felépítem ezt az IMX sorozatot. A következő rész egy szintén bónusz kirívó rész lesz. Tartsatok velem akkor is. Sziasztok!